Csipányi Mária vagyok, zengyakorló, és a nyelvi kapcsolatteremtés tanáraként elvileg könnyű dolgom van ma este, mikor beszélnem kell nektek. Elvileg. Gyakorlatilag azonban nagyon nehéz ez, mert lelki dolgokról beszélni, meditációs élményekről beszélni, ez nehéz. Úgyhogy diploma ide, oda, amikor Szunim azt mondta nekem, hogy mondjak már beszédet, míves magyarsággal csak ennyit tudtam neki mondani, nem án. Aztán hát a mosolya nem hagyott kétséget, hogy ennek most itt meg kell lenni. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghallgattuk engem. Jubilálok, éppen egy éve voltam itt először a templomban. Egy számomra nagyon nehéz élethelyzet gyorsította fel azt az érdeklődést, amit már éreztem a tanítás iránt, a videók által. Ez az élethelyzet pedig az volt, hogy apu akkor a hospice-ban volt. Nagyon érzékenyen érintett és megviselt látnom és éreznem a félelmét, a felkészületlenségét, az, hogy nem tudja elfogadni ezt a helyzetet. Nagyon érzékenyen érintett meg élnem a saját félelmeimet, a felkészületlenségemet, és az, hogy nem tudom megélni ezt a helyzetet. Úgyhogy egy évvel ezelőtt eljöttem ide, és úgy gondoltam, mert olyan balga voltam, tőlem bölcsebbek, azt szokták mondani, hogy semmilyen elvárással nem érkezik. Hát én egy Rahedli elvárással érkeztem, legfőképpen avval, hogy megnyugszom. Gondoltam, hogy majd az erdő, meg ugye egyáltalán, hogy kiszakadok otthonról, eljöttem ide. És ahogy ez lenni szokott, semmi nem úgy történt, ahogy én azt gondoltam, hogy történni fog. Nagyon mélyen érintett az első pillanattól fogva a templom. Olyan volt, mintha a sejtfalak leolvadtak volna rólam, vagy én magam váltam volna egy membránná, ami vezeti az ingerületet. Minden felszínre jött, ami fájt, amitől féltem, amivel nem mertem szembenézni. Nagyon kemény volt, és eljött életem első koán interjúja, ahol a tanító elmondta nekem Szungszán mester versét, az ember útját. Hát és ebben a helyzetben, hát az én szemem nem maradt szárazom, de az volt az a pillanat, hogy úgy megéreztem, hogy hát ez van. Ezen nekem végig kell menni, nekünk végig kell menni. És hazamentem, és az útmutatásoknak megfelelően elkezdtem zen gyakorolni nagyon intenzíven. És volt még egy közös hónapunk, ami hát nem volt olyan, mint a filmekben, hogy mi mindent megbeszéltünk, és átbeszéltünk, és a lezáráshoz közelítettük volna, mert nem volt ilyen a helyzet. De a gyakorlásnak hála, a meditációnak hála, úgy érzem, hogy mi ketten még mindig nagyon jól vagyunk apuval. Annak ellenére, hogy én abban az egy hónapban, meg az azt megelőző időben is nem voltam olyan vidám, mint ahogy kellett volna hozzá mennem látogatni. Nem nevettünk annyit, amennyit lehetett volna, mikor még tudott, mint mikor elvesztettük valamelyik rendelőnek, valamelyik székén a szemüvegét, aztán a sógornőm 25 éves, hatalmas, sötétített lencsés szemüvegét viselte abba az utolsó hónap, és olyan volt, mint egy pantamaci, amin mindannyian csak nevetni tudtunk. Kevés ilyen volt. És ott a legvégén is nem voltam olyan talpra esett, mert amit tapasztaltam, amit láttam, ahogy ő megélte az utolsó napokat, az lehetett volna beljebb is. És ahogy meditáltam, úgy éreztem, hogy így átpasszírozódik rajtam ez az egész,
és eljutnak a dolgaink egy lezárásig. Én nem akartam erről meditálni, de olyan gyönyörű ez az én gyakorlat, hogy akarsz te, amit akarsz, úgyis arról fogsz meditálni, amiről fogsz. Úgyhogy jól vagyunk apuval, mert a kapcsolatom nem ért véget vele 2016. június 2-án. Most is nagyon szeretem. Úgyhogy így kezdődött a meditációs gyakorlatom, és bár ez egy olyan gyakorlat, hogy a gondolattalanságra törekszünk, nagyon, de be kell valljam, hogy én a kisebbséghez tartozom, akinek ez annyira nehezen megy, mert hát ezek jönnek. Egészen annyira jönnek, hogy én még típusokba is tudom őket rendezni. A különböző típusai vannak az én gondolataimnak. Az első típus, amit szeretnék nektek elmondani, nem tudom, ismeritek-e az Irigy bátya nevezetű népmesét. Egy nagyon bitangjú népmese, nagyon ajánlom nektek, hogy olvassátok el, és nem is a címszereplő kevéssé sok pozitív jellemvonással megváltott bátyról szeretnék beszélni, hanem az ő szomorú öcséről, aki nagyon hányattatott sorsú, még a testvéri kapcsolata sem működik jól, meg szegény is. És egyszer ballag az utcán, és észreveszi, hogy valami csörög a háta mögött. Hátra néz, akkor még nem lát semmit, újra ballag tovább. Megint csörög valami a háta mögött, újra hátra néz, és akkor már meglátja, hogy valami ott csörgeti a láncait, megkérdezi tőle, hát te ki vagy, mondja, hogy a szegénység, és társad leszek, míg élsz ezen a földön. És hát valahogy ilyen az első típusú meditációm is, hogy úgy neki készülök, a család már elcsendesedett, már a szomszédasszony sem mosogat, megvan a tantélyen fókusz, jól megy, minden rendben van, azt mondom, ez most jó lesz. És akkor egyszer csak csörgeti. De nagyon, nagyon csörgeti, és hirtelen ott találom magam 20-30 évvel ezelőtt, és hát mondjátok meg, hogy ilyen ez, hogy soha nem a jó sztorik jönnek föl ilyen élesen, mert nem. És újra érzem, és újra fáj, és újra bántott vagyok, és újra minden. És ez csak mondja nekem, hogy és társad maradok, amíg csak élsz. És annyira nem tudok vele mit kezdeni. Aztán egyszer csak elmegy, mert megunjuk nézni egymást, hogy ő megun engem. Visszajön. De az érdekes, hogy már sose fáj aztán annyira intenzíven, mint legelőször. Aztán van egy második, az már vagányom, azt jobban szeretem. Mondjam újra? A vagányt azt. Az már vagányom, azt jobban szeretem. Az olyan, hogy szintén a semmiből érkezik, de nem vagyok benne a történetben. Én is csak nézem ezt a történetet, de mivel baromi exhibicionista vagyok, én is szereplője vagyok ennek a történetnek, mégpedig főszereplője, de tényleg nagyon érdekes, kintről látom magamat. És az benne az érdekes, hogy nem vagyok benne a történetben, de érzelmileg sem vagyok benne a történetben. Csak nézem mindegy színdarabot, és így annyira látszik, hogy nekem és neki esélyese volt arra, hogy ez másképpen alakuljon. Ilyenkor szoktam magam a csórikámnak hívni. Esélyünk sem volt arra, hogy ne sértsük egymást, hogy valamelyikünk vagy mindketten ne szenvedjen ebben a történetben. És azért mondtam, hogy ez vagány, mert azért ez jó érzés. Nagyon sok
ilyen, félek kimondani a szót, de ilyen megbocsátás. Már elhasznált szó. De valami ilyesmit érzek ilyenkor. Magam felé is, és felé is. Ez jó. Egyszer volt egy olyan, hogy mondtam azt, hogy gyertek még. Mert vagány voltam, hiszen. És képzeljétek, jöttek. Mint a társzekerek így vonultak előttem. Különböző életesemények. Jó volt. Aztán ez a társzekér is, én állok a dombon, ők pedig így elvonulnak. Hát ez a másik típus. A harmadik az a legvagányabb, ha ezt még lehet fokozni, de lehet. Ebből kevés volt, csak egy. De ezt nagyon szerettem. Ez olyan volt, hogy hát jött megint és csörgette a láncát. Csak hogy én. Fú, hirtelen Gandalf lettem. És nagyon erősnek éreztem magam. Nagyon. Éreztem, hogy nincs rajtam fogása. Egyáltalán. Pedig ő nagyon csörgette. És tudjátok a nagy jelenet, hogy itt úgyse jutsz át. Majd lehet, hogy kérek egy mantrát, hogy ez gyakrabban legyen. Hát, ha van én. Egyszer volt, jó lenne több. Hát, szeretnék olyan végcsicsengést adni, hogy miért jó zen gyakorolni, nehogy azt gondolják már, akik még nem vágtak bele, csak nézik a videókat, hogy hát ez egy kínzótábor, de nem. Tényleg, azt el kell ismerni, hogy nem való mindenkinek a zen, de annak nagyon való, aki úgy érzi, hogy akkor most ennek vége van. Vége van annak, hogy félelmekkel teli az életem. Vége van annak, hogy nem tudom az irányt. Vége van annak, hogy nem értem a szót a társammal, a családommal. Vége van annak, mert meg fogom keresni az okát, és meg fogom keresni a módját, hogy ez meg fog változni. Hát én a magam szemszögéből ezeknek tudom ajánlani a zen gyakorlatot. Én nagyon nagy örömmel gyakorlom minden nehézsége ellenére. És biztatok mindenkit, aki még nem volt itt a templomba, nem titeket, mert itt vagytok, hogy, és megnézi ezt a videót egészen véletlenül, biztatom őket, hogy jöjjenek el, mert itt a templomban az élő szó sokkal ütősebb, mint a videók. Biztatom őket, mert várja itt őket egy nagyon tiszta tanítás. Biztatom őket, hogy jöjjenek, mert várja őket egy éles szemű tanító. Biztatom őket, hogy jöjjenek, mert várja őket itt egy szeretetteljes, segítőkész, barátságos gyakorló közösség, és az csak rátész, hogy a kaja megmenjei. Úgyhogy jó itt lenni. Elkesítek mindenkit, gyakoroljunk zent közösen.